Köszöntöm a Pannongazda nézőit! A mai műsorunkban fűszernövénytermesztéssel, kecsketenyésztéssel és növényvédelemmel is foglalkozunk, azonban a mai műsort méhészettel kezdjük. Sok méhecske repül a méhész kezére, amikor felnyitja a kaptárat. Ez annak köszönhető, hogy a napsütés ellenére még hideg van, ezért kevesebb munkás hagyta el a fészket. A tavalyi év nem sok jót hozott a méhészek számára. Az akác elfagyása mellett akadt még bőven megoldandó probléma a kaptárak körül. Nem volt akác, és akác után elég sok gond volt a méhekkel, úgyhogy sokan nem mentek a következő legelőle az a hárs. Napraforgó mézelt, de ez olyan, hogy úgy mondjam, egyes helyeken mézelt, egyes helyeken nem. Átlagnál alacsonyabb, kevesebb mézet tudtunk begyűjteni. Ellenben a másik dolog, amiből emlékezetes lesz a tavaly év, az pedig a rengeteg varroa atka, tehát az a kártövő, ami a méheinket teszi tönkre. A varroa, vagyis a méhatka az állatok testfelületén megtapadva, azok szövetnedveiből táplálkozik. Gyakran más betegségeket is terjesztenek, ezért igen veszélyes lehet a kaptár egészsége szempontjából. Az atkák ellen leginkább vegyszert használnak a méhészek, sokszor itatós papír vagy füstölés segítségével. A parazita is oka lehet annak, hogy a méhészek idénye nehezebben indul. Téli vesztesség, ha figyelembe veszük az igen erős telet, a téli vesztességek igen nagyok. Az idei szezon pedig úgy tűnik, hogy hirtelen átkerültünk a télből a tavaszra. Most pillanatnyilag a növények virágzásban vannak, a méhészek a családjaikat takarásban, erős takarásban tartják, ami azt jelenti, hogy azt a kevés hőmérsékletet, meg hőt, amit termelnek, az bent maradjon a kaptárba, hogy a fiasítás tudjon elindulni. A méhészek legfontosabb feladata jelenleg, hogy megtartsák, illetve megerősítsék a családokat a következő legelőre, amely a repce lesz. A méhészek szerint, ha a húsvét környékét elkerülik a fagyok, és az akác virága túléli ezt az időszakot, az elmúlt 2 évvel ellentétben akár még jó évet is zárhatnak. Persze ehhez szükséges az is, hogy az anyák folyamatosan petézzenek, így tartva erőben a családokat. Itt a tavasz, a műtrágya szórás után most már itt a végső ideje elkezdeni a komolyabb növényvédelmet is, ebben nyújthat segítséget önöknek az Adama cég. Za zaštitu strnih žita poput pšenice, ječma od bolesti lista i klasa, kompanija Adama poljoprivrednim proizvođačima preporučuje fungicide Bumper P za zaštitu od bolesti lista i Zamir za zaštitu od bolesti klasa. Ekonomski najznačajnije bolesti lista u usevu pšenice i ječma su pepelnica, siva pegavost lista, rđe i mrežasta pegavost ječma. Za suzbijanje prouzrokovača ovih bolesti, naša kompanija preporučuje fungicid Bumper P u dozi od 0,8 do 1 litra po hektaru u zavisnosti od pritiska patogena i vremenskih uslova povoljnih za razvoj bolesti. Tretiranje useva pšenice i ječma u cilju zaštite od bolesti lista treba obaviti po pojavi bolesti i pri povoljnim uslovima za dalje širenje simptoma. Uz to, od izuzetnog je značaja sačuvati list zastavičar kao nosioca prinosa. Ekonomski najznačajnija bolest klasa usevu pšenice jeste fuzarioza klasa, bolest koju prouzrokuju gljive roda fuzarium. U godinama povoljnim za razvoj bolesti gubici u prinosu mogu biti značajni. Za zaštitu klasa pšenice od fuzariuma kompanija Adama preporučuje fungicid Zamir. Zamir je također sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Za razliku od bolesti lista gdje se zaštita obavlja po pojavi simptoma, tretiranje radi zaštite klasa obavlja se preventivno, to jest pre nego što dođe do ostvarivanja infekcije. Kritičan period je faza cvetanja pšenice, pa je preporuka da se primjena fungicida Zamir obavi na samom početku cvetanja u količini od 1 litra po hektaru. Što se tiče Bumpera P, njega koristimo u prvim tretmanima kada je pšenica u fazi porasta drugog koljenca i prije pojave ili pri samoj pojavi prvih simptoma pegavosti, bilo kakvih pegavosti, a drugi put fungicidni tretman radimo kada je pšenica u fazi cvetanja. Tad se radi Zamir 1 litra po hektaru.
Kombinacija ovih preparata primenjuje se i na parcelama pšenice opšte zemljoradničke zadruge Srem u Inđiji, koja tu kulturu proizvodi na 200 hektara. Prema rečima šefa proizvodnje Branislava Petrovića, poslednjih godina tretman crnih žita protiv bolesti je postala obavezna agrotehnička mera. Ljudi jednostavno pokušavaju da smanje tu štetu gaženja, međutim jednostavno godina i prethodna godina naročito je pokazala kada je bio veliki napad lisne rđe. Ove godine smo imali problem sa septorijom, tako da jednostavno bez primjene fungicida u intenzivnoj proizvodnji jako je teško ostvariti prinos. Znači prinos najmanje 20-30% je sigurno umanjen bez primjene fungicida. Zahvaljujući Adaminim preparatima Bumper P i Zamir, na zadružnim parcelama tokom čitave protekle sezone nije bilo pojave bolesti. Pšenica je, kao što vidimo, zdrava. Mi smo ove godine se bazirali na preparatima kuće Adama. Prošle godine smo uveli taj preparat, probali smo, radili smo jedan tretman sa fungicidom Bumper i bili smo zadovoljni, tako da ove godine smo kompletan program zaštite što se tiče fungicida odradili sa preparatima Adame. Prvi tretman rađen je sa preparatom Bumper 1 litra po hektaru, to je početkom aprila, dok drugi tretman rađen je početkom cvetanja sa preparatom Zamir. Na pšenicama, kod kojih je i došlo do pojave pegavosti, nakon tretmana sa Bumperom P, te pegavosti se ne šire dalje na stablo i na list. A što se tiče Zamira, primetili smo da nemamo fuzarioze klasa, da nemamo belih klasova i da imamo izuzetno dobar rod, da nemamo mnogo šturih zrna i da imamo jako malo, to jest uopšte nemamo fuzariozna zrna. Jer zemlja ne može sama. Adama. Ritkán foglalkozunk fűszernövény termesztéssel, holott adott területen nagyobb bevételt tud esetlegesen szavatolni, mint például a klasszikus kultúrák. Ennek jártunk most utána, méghozzá egy többek között kaportermesztéssel is foglalkozó gazdaságban jártunk. A kifizetődőség, illetve a jövedelemszerzés miatt egy gazdaságon szükséges a több lábon állás. Nem csupán az állattartást ötvözni a növénytermeléssel, hanem a vetésszerkezetbe újabb növényeket iktatni. A Dorjánban Szabó József gazda ebből a megfontolásból választotta a kaprot. A növény most van kelésben. Tulajdonképpen a jövedelemnek az elsőként van. Ez május közepe, május végén már kombájózzuk, illetve vágjuk, lekaszálják, és akkor ebből előbb van pénz. Valahol viszont a másik dolog meg az, hogy több oldalú gondolkodásba kell, hogy gondolkodjunk, hogy ha az egyik nem olyan sikeres, a másiknál tudjunk pénzre tenni szert. És azon felül kapor után másodvetésbe olyan helyekkel, ahol víz közelbe van, öntözést tudunk alkalmazni, ott másodtermést is tudunk még termelni. Kellőfélben van a kapor, milyen volt a talajelőkészítés, mit igényel ez a fűszernövény? Ősszel megvan a föld istálló trágyával trágyázva, utána bemunkáltuk az ősszel még, akkor tavasszal rászortuk a műtrágyát, újra bemunkálás, szóval a földszerkezet hasonló föld szükséges, mint a herének a vetéséhez, keményebb föld, hogy ne süppedjen el, hogy símább legyen a föld, ugye, mivel hogy utána le kell, hogy kaszáljuk, és hogy minél szebben le lehessen vágni. A felvásárló minőséges árut követel, ám ebben az esetben nincs meg a teljes hozam. A kettő között meg kell találni az egyensúlyt, mondja a gazda. Mi tavalyi évben is az első között vágtuk, ez azért is akkor kisebb a hozam, de viszont ez a végül is a szárítós, illetve feldolgozókkal egy olyan megegyezés van, hogy aki előbb vágja, annak úgy, szóval próbálják egy kicsit korrigálni az árakat, hogy az árak azsúrban legyenek, mivel hogy aki előbb vágja, a minőség is jobb, mivel hogyha nagyobbra nől, több a termés, de viszont több a ő nekik is utána a hulladékuk. Ő nekik az a lényeg, hogy szép, gyenge legyen, és akkor szép olyan sejmes legyen a kapor. Az a minőségi. Amiket előbb vágnak, az minőségesebb lesz, ott nincs hulladékuk,
és akkor ez akkor minőségesebb, mikor előbb, időben le tudják ők is vágni. Gépesített a munka, a fűszernövényeknél a kézi munka probléma van, hogy egyre nehezebb munkásokat találni a betakarításhoz. Egyébként nem volna probléma, a paprika termeléssel is meg tudjuk mi termelni a paprikát, csak a betakarításnál kezdődik a probléma. Ezért nem tudunk áttérni egyfajtára. Itt a mi országunkban még így kell gondolkodni, hogy több lábon álljunk. A kapor biztos piacra felvásárlóhoz jut. A szerződés szerint biztosított az ár és a termelési föltételek. Bár nagy területen ezt a fűszernövényt sem lehet termelni, mégis kifizetődőbb, mint a kukorica vagy a búza termelés. Az állattenyésztésben sajnos nem kapja meg a megillető helyet a kecsketenyésztés, holott például Nyugat-Európában magasan, nagyobb áron, nagyobb hozzáadott értékkel tudják eladni a kecsketenyésztők a feldolgozott tejtermékeiket, mint például a tehéntejet előállító gazdaságok. Ez miatt kecsketenyésztéssel foglalkozunk mai műsorunkban. Évekkel ezelőtt egy kecske került a kishegyesi hegyi családba. Szeretetből tartották az állatot, de annyira, hogy már a 80 fős állományra szaporodott. A gazda István jövőt látott a kecskenevelésben, a tej haszonfeldolgozásában, a luxus cikknek számító kecsketermékek előállításában. Alpesi fajtát tart, bejegyzett állománya van, de a tervei közt az szerepel, hogy a húsfajtákra tér át. Itt a falusi szinten ezt nem nagyon értékelik a kecskehúst, még a termékeket se jobban városra kellene vinni, de viszont a városra menés az meg elég problematikus. Szóval vagy nagyobb létszámmal és belekezdeni a sajtkészítésbe, de épp most egy olyan állapotban vagyunk, ami olyan helyzetet hoz, hogy még nem teszi rentabilissá a gazdálkodást az véget, mert vagy nagyobb létszámmal, vagy ezzel a létszámmal most nem lehet még ezt megvalósítani. Látjuk, hogy itt az állományban főleg alpesi kecskék vannak és törzskönyvezettek. Szükséges a törzskönyvezés, az ember a támogatást akar megvalósítani. Az alpesi kecske csupán véletlenül került így a házba. Tudjuk, hogy a mi tájunkon jobban a szánintáli, tehát a fehér kecske volt a menősebb, de a tejellése végett, a tejhozama végett, rátértünk az alpesira azzal, hogy majd ezzel, ha elérjük azt a létszámot, majd ezzel fogjuk hogy megvalósítani, tehát az alpesi fajtával, mivel jobb tejelő, mint a szánentály. De addig még el nem érik a létszámot, ugye nem fejik a kecskéket, akkor tulajdonképpen milyen jövedelemszerzés szemszögéből tartják őket? Hát jelen pillanatban a húsértékesítésből van jövedelmünk, de ez is itt hegyesi szintén nem verbászról jönnek, lovcsinászról, jobban idegenek jönnek, és sajnos elég gyönge áron akarják felvásárolni, megvenni, és mi pedig úgy beszéltük meg falusi szintén, hogy ezt nem engedünk, és tehát kitartunk az a 2 eurós ár mellett, hogy valamennyire rentabilis legyen, mert tudjuk, hogy a kecske az elég tékazló állat, és ha nem vigyázol rá, akkor hajlamosokat eltékazolni, és tehát a kitartása nagyon oda kell figyelni. Különösen a szálas takarmányra nagyon kell vigyázni, mert az maga alá húzza az véget, mert hajlamos az evés közben kicsupálni az etetőből és szétszórni. Már a birkánál más a helyzet, és a más, többi kis állatnál, de itt a kecskére nagyon kell vigyázni, mert ezt eredményezi.
A költségeken a legeltetéssel lehetne csökkenteni, de egyelőre Kishegyesen erre nincs lehetőség. Mindenféleképp csökkennének a kiadások, ha volna a lehetőség legeltetésre, de sajnos nincs külterjes tartási lehetőség, és ezért ez a belterjes azért drágább, mert van olyan év, hogy néha venni is kell szálas takarmányt, de viszont általában mi megtermeljük a részükre a szálas takarmányt. Kezdetben a tejtermelést tűzte ki célul a család, ám az idő múlásával más irányba fordult a terv. Nagy mennyiségű tejterméket nem tudunk feldolgozni. Szeretnék áttérni a húsfajtákra, ez a búrfajta, és ezt szeretném folytatni, mivel úgy látom, hogy nagyobb jövője van, mert mindenki ráment a tejtermékre, ezek a nagyok, akiknek több száz, vagy esetleg ezért kecskéjük is van, és mindenféleképp szeretnék a húsfajtára rámenni. Hát ez útközben egy irányváltás, de megmaradnak a kecskék most, hogy nem lesz annyi mennyiségű tejtermék, de viszont láttam ebbe valami fantáziát, hogy áttérni a húsra, és esetleg egy mini vágóhidat elképzelik addig fejleszteni az egészet. A kishegyesi és környékbeli gazdák egyesületbe tömörültek, elsősorban azért, hogy a termékeket könnyebben értékesíthessék. A szerencse lassan érkezik. Kezdetben tényleg sok termelő volt, és közösen értékesítettük, közösen jártuk, kiállítások értékesítettük. És láttuk valami fantáziát, láttunk valami jövőt tulajdonképpen, de az tovább is illúzió maradt, és tovább is maradt csak az. Na most azon törekszünk, hogy legalább fönntartsuk ezt az állapotot, hát ha egyszer majd megindul valami ebben, mert legkönnyebb abba hagyni az egészet, aztán az Isten se fogja újba kezdeni, és azt, amit fölépítettünk, azt nem fogja senki újra csinálni. Már rengeteg tapasztalatot szereztünk. Ezekkel a tagokkal, az egyesült tagokkal mi annyira összeszoktunk már, és ez a tevékenység egy része, hogy kecsketenyésztés. Egy része. Mi már túl vagyunk ezen. Mi már főzőbenségeket szervezünk, ahol propagáljuk a kecsketenyésztést, az egészséges életmódot, a táplálkozást, minden. Ez ennek egy magasabb szintű változata már, tulajdonképpen azért kell. De rengeteg előadáson, képzésén vettünk részt, és tulajdonképpen ez is a tenyésztőknek az érdeke. Egy-egy tenyésztő nem tudott volna eljutni oda, mi eljutottunk közös erővel. Néhány szövetségben is tagok vagyunk, mint a Vajdasági Agrárgyesek Szövetségében tulajdonképpen, és mi Romániától Magyarországon minden részt vettünk, a nagyfarmok látogatásán, szakelőadásokon, stb. Ez mind hasznos a termelőknek, tenyésztőknek. Tulajdonképpen is miért kell? Ezért kell. A kecsketenyésztés bár leköti az embert, a fiataloknak is munkát adhat a kezébe, vallja az elnök. Az állami szinten kell ezt megvalósítani, hogy a fiatalokat így próbálja valahogy munkára nevelni, vagy munkalehetőségét biztosítani, de tényleg komoly támogatással. És csak így lehetne elérni, amikor már megéreznék, hogy csörög a kezükbe, mikor megéreznék fiatal, akkor természetesen csinálnak. Mert ez nagyon szép munka. Nem azt mondom, hogy ilyen könnyű, de viszont nem olyan nehéz munka, nem bányász munka ez, de viszont ott kell menni nap, mint nap mellettük, mert ezek olyan áldott jószágok, hogy ezeket törődni kell. Erről van szó. Ahhoz, hogy valójában megerősödjön a kecsketenyésztés helyzete a Vajdaságban, komoly piackutatásra és a termékek minél szélesebb körbe való fogyasztására van szükség. Ezen kívül a korszerű farmok építésére a fiatalokat állami támogatással lehetne buzdítani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a jövő héten már a kukorica ültetéséről is be fogunk önöknek számolni, és ne hagyják ki a Pannon Gazda pluszot sem. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszontlátásra!